Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Az Echo Televízió elemző műsorát látják, az analízist, amely a megyéket felvonultató sorozatából most éppen Somogy megye gazdasági helyzetét teszi középpontba. Éppen ezért vendégeink a Somogy megyei közgyűlés elnöke Gerencsi Attila. Jó estét kívánok. És Szalai Gyula, a Kaposság... A Kaposvári villamossági gyárnak az ügyvezető igazgatója. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kezdjük talán elemzésünket a megye gazdaság életével, munkanélküliségi rátájával. Hogy állnak, smintának, és egyáltalán milyen a gazdasági légkör Somogyban? Sokkal nagyobb örömmel mondanék nagyon jó híreket, de sajnos még a lefektetett fundamentumok, amelyeket a kormány az elmúlt egy évben megtett, azok még úgynevezett technológiai száradási időben vannak, vagyis a járda, amit lefektettünk, még nem száradt meg, nem tudunk rajta járni, így ma még kevés örömet okoz számunkra. 180 ezer aktív, munkaképes ember él Somogyországban, ahol egyébként 330 ezeres a közösségünk, és ebből 60 ezer ember a regisztrált és a nem regisztrált munkát keresők száma. Ez nagyon sok, elnök úr. Hogy tudják kezelni az ebből adódó problémákat? Elképesztően nehéz a helyzet. A kezelése is értelemszerűen nehéz. Gyakran várnak az emberek az önkormányzatuk világából megoldást. Ott találnak munkára esetleg közmunka keretében, vagy közalkalmazottként, vagy egyszerű önkormányzati alkalmazottként. 80 körül van azon települések száma, amelyek 100 fő lélekszám alattiak. Ezen településeken 90%-os munkanélküliséggel is találkozhatunk. Elsősorban egyébként ez Közép, illetve Dél-Somogyra jellemző. A Dráva mentén óriási a szegénység, és ahogy jövünk északra, Balaton felé úgy javul a helyzet. Nyilván a lehetőségek városa, Kaposvár, az egy más adottságú hely, és hát nagy örömre, vagy örömünkre azért Dél-Balaton hozzánk tartozik, ahol nyilvánvalóan jobban élnek az emberek, de hát ott is van még mit tenni. Mielőtt rápillantunk a gazdaság szerkezetére, nézzük első körben, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak, tudnak-e fejleszteni, egyáltalán jut-e mondjuk olyan termelő beruházásokra, bár persze egészen más a megyei önkormányzat funkciója, mint egy települési, amely elősegítheti vagy lendítheti a gazdaság szekerét. Igen, az emberek fejében is gyakran egybeesik a megye és a megyei önkormányzat, és a megyei önkormányzat esetleges feladat és hatásköre meddig nyúlik, milyen lehetőségünk van az embereken segíteni. Most, hogyha egy egyenes határvonalat húzunk, és csak a megyei önkormányzatról beszélünk, és ha erre van most egy pici időm, akkor szeretném elmondani önnek és a kedves nézőknek, hogy a megyék az elmúlt 4-5 évben közgazdasági értelemben is, politikailag is, szakmailag is, de talán pénzügyileg egy kisebb fajta csodát hajtottak végre. 200 milliárd forintot vontak el a megyéktől a szocialista kormányok. Mi büntetés alatt voltunk, tekintettel arra, hogy 19-ből 18-ot a Fidesz nyert meg, és amúgy meg egy megye ellenes kormány, tehát többszörös hátrányban kellett indulnunk. A 200 milliárd forint elvonása szemben 130 milliárd forint adósságállománya keletkezett a megyéknek, amelyből még van olyan megye, amelyiknek még tartalékai a mai napig. Nem sok, de még egy kevés van. Vagyis azt tudom mondani, hogy a nemzetgazdaság szempontjából 70-80-90 milliárd rúghat az az összeg, amit megtakarítottunk ennek az országnak. Ennyivel olcsóbban működnek a megyék, és hát ha visszaosztjuk ezt a 19 megyével, akkor nyugodtan mondhatom, és egy kicsit ráfordulok a saját ügyünkre, hogy évi 2-3 milliárd forint per megyével működünk olcsóbban. Mi Somogyban egyébként úgy számoljuk, hogy 2-3 milliárd forint között van valahol az az összeg, amennyivel olcsóbban működünk 2011-ben, mint amennyiből működtünk 2006-ban, és egy nagyon fontos mondat jön, és ugyanazt a feladatot látjuk el. Tehát semmit, ha nem csökkent a feladatunk. Mi 11 ezer emberről gondoskodunk nap, mint nap, a szociális rendszerben, a gyermekvédelemben, a szakképzésben, amiről még majd beszélni fogunk, az egészségügyi ellátórendszerben. 4 ezer embernek adunk munkát napról napra, és vagyis ugyanazt a munkát látjuk el 1000 fővel kevesebben. Ennek úr, annyi témakört említ, hogy holnap reggel el tudnánk beszélgetni, de visszatérve a gazdaság talajos vizeire, azért hívtuk be Szalai urat a cégek képviseletében, hogy tájékoztasson bennünket az önök viszonylag sikeres és mondjuk a megyében és talán az országban is kiemelkedő vállalati reorganizációs programjukról, hogyan tudták túlélni az elmúlt éveket, és ha jól tudom, az önök cégének a fejlődési periódusa pont arra az időszakra esik, amikor Magyarországon és a világban is válság dúlt.
Igen, ez egy rendkívül érdekes téma, amit műsorvezető úr említett. Tudnélik, a kaposvári villamossági gyár tradicionális gyárnak mondható a régióban. Jövő évben lesz 45 éves a megalapítása óta eltelt időszakban. 1993-ban a második privatizációs körben került magántulajdonba, és ma is teljes 100%-os magántulajdonban van. A többségi tulajdonosok a vállalat menedzsmentje. A tulajdonlás és a tulajdonbaadást sajnos nem követte a 90-es évek közepén egy szerkezetátalakítás, és 1999-2000 környéken az áramszolgáltatói privatizáció után lehetett látni egy belföldi visszaesést a gyár rendelésállományában, ami a 2000-es évek második felében, tehát a 2006-7-es évben tovább bonyolódott. Tudni, áramszolgáltatói célpiac a belföldi rendelésállományunk 80%-a. A villamossági gyár nagyságrendileg az elmúlt két év vett megelőző időszakban körülbelül 3,5 milliárd forintos bruttó árbevételt tudhatott magáénak. A bruttót úgy értem, hogy belföld és export relációban. Ez nagyságrendileg körülbelül 45% exportot és 55% belföldi értékesítést jelentett. Nagyon fontos dolog az, hogy a gazdaság hajtóerejét demonstráló export rendelésállománnyal hosszú évtizedek óta rendelkezünk. Gyakorlatilag tradicionális beszállítói vagyunk a Weidmüller német cégnek, akikkel kb. 25 év óta megkötött szerződések alapján szállítunk. Első pillantásra is úgy tűnik, hogy jóval magadta vannak a klasszikus kis- és középvállalkozói szegmens kategórián, ebből adódóan mondjuk önöket kevésbé érik el az állami pályázatok, mert most a kormány pont erre fókuszál, tudnak-e állami fejlesztési pénzhez jutni a rendkívül sikeres pályafutás következtében? Nagyon kardinális kérdéseket érint. Tudnélik, hosszú évtizedek óta, tehát a gazdasági társaságok megalakíthatósága óta több mint 20 éve a kis- és középvállalkozás fogalmába a kaposvári villamossági gyár sajnos nem fér bele. Az európai normáktól eltérően, ahol az árbevétel 10 milliárd forintos éves árbevételt jelent, Magyarországon 250 fő főállású alkalmazott a korlátja annak, hogy ezeken a pályázatokon részt tudjunk venni. És sajnos azt kell mondanom, hogy abszolút kiesünk ezekből a pályázatokból, nem tudunk pályázni sem európai uniós forrásokra, sem belföldi forrásokra. Itt van elnök úr, aki egyébként országgyűlési képviselő, és próbálják meg kiénekelni a sajtót a hollószájából, mert ezt a parlament döntéshozó fórumain valószínűleg meg is teszik. Addig is minden megye, gondolom Somogy is nagy reményeket fűz az új Széchenyi tervhez. Mielőtt azonban elnök úr ennek a részleteit ecsetelni, van egy ezzel kapcsolatos összeállításunk, azt megtekintjük, és megnézzük, hogy Somogy miként ambicionálja magát. 870 milliárd forint. Az elmúlt 10 évben ennyi hitelt igényeltek a vállalkozások az új Széchenyi kártyaprogramban. Ha a számoknál maradunk, ez azt jelenti, hogy összesen 186 ezer vállalkozó igényelte. A kormány ezért tervezi a program bővítését, illetve azt, hogy minél előbb hozzájuthassanak az igénylők a kártyakedvezményekhez. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy egy családi vállalkozás, kis- és középvállalkozás csak akkor érezheti Magyarországon magát biztonságban, ha érzi az államnak az erős támogatását és szerepvállalását. Azt, hogy a hiteligénylő milyen tevékenységre költi a pénzt, nem határozzák meg. A vállalkozóknál mindig az a fő baj, hogy mindig meg akarják neki mondani, mit kell csinálnia. Nem kell. A vállalkozó felnőtt ember tudja, hogy az ő vállalkozása érdekében, az ő napi működése miatt mire van szüksége, milyen tevékenységbe kell beleülnie a pénzét, mire kell matematikát képezni a saját magának, nem kell neki megmondani, nem is szabad neki megmondani, neki mit kell csinálni a pénzével. A kártyát is ennek megfelelően alakították ki. A felhasznált összeget és a felhasznált időszakot figyelembe véve, neki csak annyi összegre és csak annyi időszakra kell fizetnie bármifajta kamatokat vagy díjakat, ameddig és amennyi összeget használt. Tehát, hogyha nem használja a kártyáját egész évben, hanem van neki egy ilyen pótpénztárcaként a zsebében, ilyen tartalékként, akkor nem kell fizetnie a napi költségre szinte semmit. A szolgáltatások mostantól tovább bővülnek. Azok a kisvállalkozások, amelyek már rendelkeznek Széchenyi kártyával, a banktól az exporthoz kapnak segítséget. Ha valaki exportál sertést, vagy pedig élő bárányt Olaszországba,
és euróban meg akarja kapni hamar a pénzét, akkor egy olyan bankkal kell együttműködnie, mint mi vagyunk, amelyek azonnal jóvá tudjuk írni a Milánóban kifizetett sertést, vagy pedig élő bárányt. Ehhez egy olyan európai hálózattal kell rendelkezni, mert mi rendelkezünk, ez az a mi előnyünk. Tehát magyarán sokkal hamarabb hozzájut a pénzéhez a vállalkozó. Gyakorlatilag azonnal hozzájut a pénzéhez, hogyha pedig faktoringolni akarja, vagy pedig leszámítottatni, akkor ezt velünk meg tudja csinálni. Az új Széchenyi kártya a kormány szerint sikertörténet. Ezt a belgazdaságért felelős államtitkár szerint az is bizonyítja, hogy túlélte az elmúlt 8 évet. Nem csak a számok nyelvén egy siker, hanem arra is egy nagyon jó példa, hogy a kormányzat, a bankok és a kis- és középvállalkozások hogyan tudnak egy rendszeren belül úgy együttműködni, hogy minden fél egyébként hasznot húz ebből, a dologból jó értelembe vett hasznot húz, hiszen a vállalkozások tudnak fejleszteni, a bankok tudnak hitelt nyújtani, az állam pedig egy jó ügy mellé tud odaállni. A program még 2001-ben az első Orbán kormány idején indult, akkor hiánypótló hitelként került a piacra, sokan éltek is a lehetőséggel. Hiába megy csődbe a vállalat, a tulajdonos személyi garanciát kell vállalni. Ez igazából a Széchenyi kártya kis- és középvállalkozók sikerének a kulcsa. Ez volt az, ami a bankok bizalmát vissza tudja hozni. Tehát hiába megy csődbe, ő élete végéig rajta behajtható és bevasalható. A fejlesztés politikáért felelős államtitkár szerint azért kell a kis- és közepes vállalkozásokat megsegíteni, mert nélkülük gazdasági téren nem tud előrelépni Magyarország. A Nemzeti Együttműködés kormánya a kormányra kerülésnek első pillanatától kezdve meghirdette az új Széchenyi terv programját, és elindította azokat az intézkedéseket, amik ezeknek a multiplikátor hatásoknak a megerősítését szolgálják. Itt nem csak egyszerűen a fejlesztési forrásoknak a kihelyezéséről van szó, hanem azokról az egyéb intézkedésekről, ami az adó támogatások bevezetésével mind-mind kivétel nélkül a gazdaság növekedését és ennek a rétegnek a megerősítését szolgálják. A programok és a támogatások is folyamatosan bővülnek. Április végétől például Agrár Széchenyi kártyát is lehet igényelni. 20 milliárd forint áll a gazdálkodók rendelkezésére. A kormány pedig közben más területeken is segítséget ígért. Csökkennek ugyanis a bürokratikus és az adminisztrációs terhek is. Ezt legutóbb a nemzetgazdasági miniszter jelentette be. A tervek szerint összesen 500 milliárd forint megtakarítást, illetve tehercsökkenést jelenthet a vállalkozói körnek. Ennek hatásait a kormány szerint már jövő év elején érezni lehet. Ennekor az új Széchenyi tervhez úgy jutunk el, hogy a Széchenyi kártya nyomán vagy bázisán ismertek a kormány elképzelései, és ismertek azok a területek is, amelyek az új Széchenyi terv gazdaságfejlesztési elképzeléseit érintik, illetik. Az önök megyéje, az ön által képviselt megye hogyan tud fölkapaszkodni ezekre? Egyáltalán van olyan terület, amit ki tudnak ragadni belőle? Hát már nagyon vártuk. Őszintén szólva, 3 nappal ezelőtt voltam egy kis vállalkozónak a fejlesztésének. Egy vendéglátóipari egység mini wellness részleggel, annak az avatóján, és tudja a szerkesztő, mi jutott eszembe? Hogy rengeteg szalagot vágtam, de az, hogy egy kis vagy egy közepes vállalkozó szalagját lett volna módom átvágni, nem is emlékszem rá. Jellemzően állami, önkormányzati fejlesztések, járdák, utak, infrastruktúra, iskola, óvoda, az volt. De hogy egy kis vállalkozó, aki foglalkoztat, aki GDP-t növel, olyannak a felújítását, vagy valami új vállalását tudtuk volna avatni, hát nagyon sokáig kéne gondolkoznom, hogy mikor voltam. Ezért kellett megújítani az európai forrásrendszert, mert a bejátszóban is hallható KKV-k számára nem volt elérhető, vagy alig, illetve olyan feltételeket adtak, amit inkább nem vállaltak a kis és közepes vállalkozók. Egy olyan átadáson voltam múlt pénteken, ahol teljesen kivételes módon még az előző kormány által megítélt, 2005 tavalyi márciusában megítélt, és majd a mostani kormány által kifizetett összegből kisebb bravúrral tudtak fejleszteni. Most ezt, hogy ne bravúr legyen egy fejlesztés, ezt kell változtatni. A megyénk azért várt nagyon az új Széchenyi tervre, mert óriási szükség van arra, hogy a kicsiket, a családi gazdálkodókat, mikrovállalkozásokat segíteni tudjuk. Ők gyakorlatilag
nem akarok túlozni, de ki voltak zárva a korábbi időszak európai fejlesztéseiből. Második Ulászló király Somogynak adományozott először címeres levelet és pecsét használati jogot, és ezt most azért hozom ide ilyen váratlanul, mert nyilván a nagy király több mint fél évezreddel ezelőtt nem a mostani gazdasági mutatók alapján választott minket, hanem csodálatos természeti adottságaink miatt. A megye déli és északi partját is, hogy ilyen képzavarral éljek, víz mossa, északon a Balaton, délen a Dráva, és csodálatos erdeink vannak, és hát nagyon kiváló földjeink. Ez mind-mind determinálja, hogy milyen gazdaság struktúrája Somogyban. Ha jól veszem a szavaiból, akkor főleg a fejlesztés az agrárium területén, az idegenforgalom. És amíg itt egy fontos szegmens, az építőipar, hogy látja a helyzetet Somogyban, mennyire esett vissza az ágazat, és mennyire vannak a vállalkozások jobb helyzetben, vagy még mindig a padló körüli állapot jellemzi őket? Padló körüli állapot van, tekintettel arra, hogy a családok nem tudnak építkezni, és az építőipar teljesen kiszolgáltatott volt annak, hogy önkormányzatok vagy állam fejleszt-e. Mivel az előbb említett okokból a gazdaság sem nagyon tudott építkezni és fejleszteni, a családok sem tudtak, így nem maradt más, csak maga az állam. Most az állami beruházások azért mégsem olyan számban vannak, amilyen számban az építőipar várja a munkát. Egyébként hogy tapasztalja, összpontosulnak önöknél a fölfokozott vállalkozói kérelmek? Tehát koncentrálódnak, jönnek a visszajelzések, hogy igenis szükség van az állam szerepére, tehát mármint a költségvetési forrásokra, a költségvetési pénzekre ahhoz, hogy az ország talpra álljon, vagy éppen jelesül, Somogy megye kilábaljon a krízis utáni állapotból? Minden egyszerre kellene, hogy működjön. Tehát jó volna, ha nem csak állami beruházások történnének, jó volna, ha Somogy is, mint ahogy Magyarország is, vonzóbb lenne a befektetők számára. Jó volna, ha olyan erős középpolgári réteg lenne, aki akár a vállalkozását, akár a saját lakóingatlanát fejleszti, és ez így egymást szinergikusan kiegészíteni. Átmeneti időszakokban, amikor nincs egy nagy beruházás, akkor kisebb munkák, egy családi ingatlan, egy KKV fejlesztése, aztán elnyerni egy nagyobb munkát, csak most akkorák a lukak az építőiparban, képtelenség permanens módon munkát szerezni, ott vannak az üres járatok, amik megtermelik számukra deficitet. A turizmus, amire tetszett utalni, az egy nagyon komoly, Somogy számára teljesen evidens kitörési pont, és hát nagyon sok, nagyon tehetséges parasztember, gazdálkodó van mifelénk, kiváló földjeink vannak. Na most és itt el is érkeztünk a problémánk gyökeréhez, az agrárium válsága, mindenkori válsága, az Somogy válságát jelenti. Miután az agrárium válságban van jó ideje, szerencsétlen módon lett megkötve a brüsszeli megállapodás a korábbi még megyesi kormány idején. Minden ilyen típusú hátrány, ami versenyhátrányt jelent az agrárium számára, az hatványozottan csapódik le Somogyban, nem tudnak a gazdák foglalkoztatni, nincs belső piacvédelem, nem kapják meg időben a támogatásaikat, és minden olyan nyűg, ami jellemzi a magyar gazdálkodó szervezeteket, igaz az agráriumban dolgozókra is. Vagyis, ha most jól értem, Fazekas miniszter úr törekvéseit az agráriumban, az új agrártörvényt, a fiatal gazdák támogatását, az új földtörvényt, és nem sorolom tovább, ha ez, már pedig optimista vagyok, ha ez segíteni fog az agráriumnak, akkor Somogy virágzásnak tud indulni nagyon rövid időn belül. Mert igazából az a nehézség, hogy ami számunkra kitörési pont lehetne, az válságban van. Országosan. Visszatérünk azonnal az Európai Unió csatlakozás utáni tapasztalatokra, addig is nézzük a szigorúan reálgazdasági szerepkört, hogyan tapasztalják egyébként az elmúlt pár évet, mennyire volt ez Magyarországnak sikeres húzása, vagy sem, amit az Európai Unió csatlakozás, az önök cége életében volt-e valamiféle változás, és egyáltalán ebben a helyzetben, ami kialakult, hiszen Magyarország egy 2009-ben elszenvedett 6,3%-os gazdasági visszaesés után bizony meglehetősen kicentizett költségvetéssel él évről évre. Elvárják-e önök, gazdasági szereplők, hogy ilyen periódusban is támogassa önöket az állam? Engedje meg, hogy egy szóerére visszatérjek a kérdésére, eredeti kérdésére. Csak csatlakozni tudnék elnök úr felvezetőjében elhangzottakhoz. Nagyon vártuk a gazdaság szereplőiként az új Széchenyi tervet, és el kell mondanom, hogy nagyon nagyot csalódtunk. Mint az előbb említettem, a kaposvári villamosági gyár, aki a régió egyik legnagyobb foglalkoztatója, közel 400 főt foglalkoztat,
nem felel meg azoknak a kis és középvállalkozásnak előírt követelményeknek, amelyből akár Európai Uniós, akár kormány által kiírt pályázati forrásokhoz tudjunk jutni. Ezáltal azokat a... Momentán minden körülbelül kiesnek, amennyiben pályáznak? Egyetlen egy lehetőségünk van az új Széchenyi tervben. Minimálisan 100 millió forint forráshoz jutni, ha hozzáteszük ennek háromszorosát. Ha elmondom önnek, hogy a KVG Kft., és így csatlakozok a mostani kérdésére, évtizedek óta beszállít Nyugat-Európába, tehát a nyugat-európai szállítás és az Európai Unióhoz való csatlakozás isten igazából nem jelentkezett nagyon pozitívumként. Mint említettem, bevezetőnkben több mint 20 év óta szállítunk nyugat-európai piacra, nem csak Németországba, Skandináviába, Olaszországba és szinte Európa valamennyi országába. Rendelésállományunk gyakorlatilag 1,2 milliárd és 2,2 milliárd között mozgott az elmúlt mondjuk 10 évben exportrációban. Azt kell mondanom, hogy a gazdasági válság előtt a KVG Kft. Menedzsmentje által végrehajtott reorganizáció megelőzte gyakorlatilag a villamossági gyár részére 2009. júniusa-júliusa körül begyűröződő általános európai és világgazdasági válságot. A rendelésállomány csökkenése, amely jellemzően az export piacot érintette, további létszámlépítés és további korlátozó intézkedések megtételére kötelezett bennünket, de gyakorlatilag az Európai Uniós csatlakozás óta csak annyit tudok elmondani, hogy hátrányosan érint bennünket a világ piacára történő becsatlakozás. Itt elsősorban távol-keleti áruknak és a termékeknek a világpiacon történő megjelenése és a KVG Kft. Által gyártott termékek világpiaci megjelenése közötti piaci problémák és eladhatósági problémákban jelentkezik. Akkor a problémában vagyok itt, hát mint uniós csatlakozás iránt elkötelezett emberek, rendszerint olyan cégek vezetőjével találkozunk, sajnos meg egyen sem találkoztunk, aki az uniós csatlakozások élvezte volna az előnyét. Nincs már hátra sok időnk, mármint a műsor első részéből, úgyhogy a nagy témakört nem is feszegetnénk. Nézőnket viszont arra kérem, hogy a műsor második részében is maradjanak velünk, ugyanis foglalkozunk a Kaposvár Egyetem sorsával, tovább azzal, hogy mint alakul a Somogy megyei képzés, szakképzés helyzete, illetőleg a munkanélküliség ráta hogyan enyhíthető ilyen foglalkoztatási környezetben, amelyben jelenleg vagyunk, például Somogy megye hogyan készül a közmunkaprogramok bevezetésére, úgyhogy egy pár perc reklám után visszatérünk. Maradjanak velünk, mert hamarosan folytatódik az analízis. Vannak olyan napok, amikor egyszerűen már túl sok a telefon. Hogy volna fontosabb dolgod, hogy másra figyelnél? Felejtsd el, úgyis megzavarnak. Hogy kikapcsolt, ugyan, úgyse szabadulsz. Magát keresik! Most a 250 ml-es FA Nutriskin Akai Bogyós testápoló csak 699 forint. A Magyar Üzletlánc. Amikor a napfény kárt okoz, segít a PR UV fényvédő. Ez az, ami teljesen megszüntette a problémámat. Májfoltra, napallergiára, érzékeny bőre, PR UV fényvédő a leghatásosabb fényvédőszer. Látogasson el ön is Erdei Kalantúra Parkunkba, mely megtalálható Debrecentől 16 kilométerre, a festői szépségű hármas hegy alján a Koppányvölgyben. Programjaink: dobaglás, kocsikázás, vadozás, paintballpályák, íjászat, asztali tenisz, tollaslabda, focipálya, kerti főzési sütési lehetőség, disznótors, csapatépítő tréning, céges összejövetelek, iskolai kirándulások lebonyolítása. Az esti programokat színesítjük tánczenekarral, karaoke partival, vagy akár folklórestel. 2009. március 15-től nálunk látogatható Kelet-Magyarország legnagyobb erdei kalandpályája. Vendégházunkban 20 fő elhelyezését tudjuk biztosítani. Itt minden adott egy wellness hétvégéhez. Úszómedence, szauna, jacuzzi, szolárium, masszázsgépek, konditerem, biliárd. Feltálaljuk a helyi gasztronómiai különlegességeket, melyeket borospincénkben saját készítésű borainkkal kísérünk. Itt olyan maradandó élményben részesülnek, amely valóban életre szóló.
Rácz-Kelet-Pest márka független karosszériajavító centrum. Ingyenes csereautó, önrész átvállalás. Zugló, Füredi utca 65, telefon 220-89-48. Ugye nem járt még Szibériában? Pedig higgy el, ha nem viszik erőszakkal, akkor érdemes. És bejárta már a Székelyföldet, medvék után kutatva? Két könyv, és beutazhatja Szibériát is, Erdélyt is. Töltsön le örökzöld slágereket a telefonjára. Egy csengő hang, csak 100 forint. Küldje a kiválasztott csengés kódját SMS-ben a 1790-re. Székely himnusz 578. Magna cum laude, vidéki sanzon 579. Barcelona induló 580. Demjén Ferenc honfoglalás 581. Ennio Morricone, a profi 582. Romeo és Julia szívből szeretni 583. Csak küldje a kódot a 1790-re. Hát nem megéri? A Magyar Hírlap holnapi számából. Mire jó a titkolózás? 2089-ig tabu téma a szilvási dossziéje. Újra nyitják a Lipótot, de kevesebb ággyal és nem a Hárshegyen. Jó-e Budapestnek, ha kitelepítik a pályaudvarokat? Részletek a holnapi Magyar Hírlapban. Magyar Hírlap. A szabad sajtó napilapja. Megfizethető árak, megfelelő műsorkörnyezet, országos lefedettség, több száz elégedett ügyfél. Hirdessen ön is nálunk, hívja a 061-688-3500-as telefonszámot, vagy keresse munkatársainkat a sales@ekhotv.hu e-mail címen. A Híd gyülekezete szeretetszolgálata 100 000 honfitársunknak nyújtott segítséget a vörösiszap katasztrófa, természeti csapások, mélyszegénység, szenvedélybetegségek vagy más krízisek következményeinek enyhítésében. Ha segítségre szorul, segélyvonalunk száma +36 1 379 30 32. Boldog, aki a nyomorultra gondol. Köszöntöm a kedves nézőket! Hétfőn este 9:30-kor itt az Echo Televízió világpanorámájában pénzről beszélünk. Pénzről, aminek szaga van, és pénzről, aminek nincs. Várom önöket, nagyon érdekes lesz. Viszontlátásra! Milyen tisztelt hölgyeim, uraim! Szerdán 5-től 6-ig várjuk szeretettel hívásaikat, ugyanis az egész adás önök szerkesztik, szó lesz a rákról, multiple szklerózisról, Alzheimer-kórról, herpeszvírusról, és mi csak asszisztálunk kérdéseikhez, és megválaszoljuk és megbeszéljük, mint egy nagy család. Ismét köszöntöm önöket, az analízis második részét látják vendégeink továbbra is, Gerencsér Attila és Szalai Gyula, Somogy megye képviseletében. Az elmúlt időszakban, mintha kicsit izgett volna a léc a Kaposvári Egyetem környékén. Elnök úr, mi most a helyzet, marad-e az egyetem abban a stációjában, abban a funkciójában, amiben eddig volt? Muszáj, hogy maradjon. Beszélnek sok mindent, de Kaposvár nem maradhat egyetem nélkül. Ugyanakkor fontos beszélni a nehézségekről is.
Ugye először is, amikor egy Pécsi Egyetemen 30 ezer hallgató van, és egy Kaposvári Egyetemen meg 3 ezer, akkor abból a perspektívából, amiből egy oktatási kormányzás próbál egy racionális felsőoktatást összerakni, ott abból a perspektívából valóban kérdéses lehet, hogy nincs-e szükség valamilyen fajta integrációra, összevonásra. Természetesen mi kézzel lábbal tiltakoztunk, és azt mondtuk, hogy annak az egyetemnek, amit egyébként a Fidesz alapított, Pokorni Zoltán adta át, annak az egyetemnek nem szabad megszűnnie, és sokkal inkább fejleszteni kellene. Ennek úr egyébként, bocsásson meg civilként a pályáról beszólva, hogy látja, piacképes papírokat, diplomákat tud kibocsátani az egyetem, vagy pedig ezen a téren van még igenis javítani való, egyáltalán mondjuk a képzési struktúra hogyan illeszkedik a napi igényekhez? Hát ez az. Ja, van két hagyományos kara ennek az egyetemnek. Az egyik a tanítóképzés, amit szerintem legalábbis az egész Dunántúlról oda lehetne összpontosítani. A másik pedig az agrárképzés, állattenyésztés, ami szerintem országosan egyedülálló. És ezen a bázison aztán közgazdás, gazdasági kar van, illetve művészeti kar működik. A problémát abban látom, és majd a kollega megerősít benne, hogy amikor én egy gyárlátogatást teszek, akár a KVG-nél, vagy akár a Videotonnál, akkor azzal szembesülök, hogy kétkezi munkások hiánya van, jellemzi a működést, illetve mérnökök, műszaki emberek teljes hiánya. Hát akkor nézzük ezt a kérdéskört, javaslom, elnézést, szavába vágok. A villamossági gyár képviseltében van közöttünk vezetőigazgató úr. Önök mit tapasztalnak, hogyha esetleg munkaerőpiaci problémáik adódnak, a megyei munkahelyi központ, illetve annak kirendeltségei tudnak-e közvetíteni szakképzett munkavállalókat, amelyekre önöknek igényük van? Ha röviden válaszolnék, azt mondom, hogy nem. Egyébként talán, de esetleg. Az a probléma, hogy műszaki jellegű képzés Kaposváron és vonzás körzetében csak középiskolai szintig van. Ez a régi gépipari technikum, tehát a gépészeti szakközépiskola. Az itt végző diákok, jobban tanuló diákok ugye elmennek műszaki pályára, a gépész villamosmérnökik arra, jellemzően Budapestre, nem, mindjárt érintem, jellemzően Budapestre, aki itt egy jó eredménnyel végez, azt már az utolsó évben különböző cégek meg fogják ösztöndíjasnak. Nem kell különösképpen említenem, hogy a gépészet kerete a villamosokat ma a Győri Audi, illetve a Kecskeméti Mercedes beruházás milyen szinten szipkázza el előlünk. Azt kell mondanom, hogy a továbbtanuló és Budapesten továbbtanuló diákoknak a 10%-a nem érkezik vissza a városba. A Pécsi Egyetemről van esély arra, hogy a régióba visszaérkezzenek. A legnagyobb problémát abban látom, hogy közepes tanulmányi eredménnyel rendelkező középiskolásokat ösztönöznek arra, hogy végezzenek egyetemi végzettséget. Ezzel a középiskolai közepessel általában nem a jobban végző egyetemisták közé fognak tartozni, és nagyon nagy elhelyezkedési problémáik lesznek. Továbbá, ha egy gépipari technikumból, gépészeti szakközéből kijövő, egyébként forgácsoló ágazaton végzett ifjú tanulót próbálnánk esztergályosnak, vagy bármely gépi forgácsoló szakmába felvenni, azt mondja, hogy ő érettségizett és nem hajlandó odállni a gép mellé, tehát óriási problémák vannak. Ha a szakképzéssel, a képzéssel szorosan összefügg a foglalkoztatottság helyzete, mielőtt ezt a témakört elemeznénk, megnézzünk egy ezzel kapcsolatos összeállítás, mely a munkaalapú társadalomról szól. Orbán Viktor kiemelte, hogy a munkaalapú gazdaság megteremtéséhez Magyarországon a legfőbb problémát az Európában legalacsonyabb 56%-os foglalkoztatottsági ráta okozza, amit szégyennek nevezett. Kormánya fő céljaként a 75%-os foglalkoztatottság elérését jelölte meg. Amiben most vagyunk, az nem krízis, ez egy periódus, mely az európai történelem új korszakához vezet. Az egykori háborún alapuló gazdaságot a jóléti gazdaság váltotta fel, most pedig a munkagazdasága következik, mondta Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök szerint a reformnyelv halott Magyarországon, mert az a politikus, aki arról beszél, hogy valamit szeretne megreformálni, az politikai öngyilkosságot követel.
Ennek oka, hogy az elmúlt 8 évben a kormányok által elindított reformok sorra elbuktak. Magyarországon nem reformok végrehajtása, hanem az ország újjászervezése történik. Az embereket a kormány nem arról próbálja meggyőzni, hogy egyes intézkedéseket vagy döntéseket támogassanak, hanem arról, hogy át kell szerveznünk az egész országot, közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök az ország átszervezésének példájaként említette az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, egy teljesen új nyugdíjrendszer létrehozását, továbbá a 10%-os társasági adókulcs bevezetését. Akkor nézzük első körben a munkalapú gazdaságnak a közfoglalkoztatási részét. A kormány tervei szerint hamarosan elindul az országos közmunkaprogram, nemzeti munkaterv. Önök hogyan tudnak rákapcsolódni erre? Egyáltalán fel vannak-e készülve arra, hogy a segélyezetti körnek a jelentős részét átvegyék? Óriási szükség van rá, és hogyha megengedi, még az előző témára átkötve, nagyon magas számban a munkaerőpiacon szükségtelen tudással rendelkező munkaerő van jelen nálunk is. Ugye a dolog úgy néz ki, hogy fogadórán naponta hoznak nekem önéletrajzot emberek, akik szívesen dolgoznának. De ha megnézzük a produktív szférát, a reálgazdaságot, mondjuk a KVG-t, vagy akár melyik másikat, nem tudok a több száz fiókomban lévő önéletrajzból kiajánlani számukra egyetlen egyet sem, sem középfokú végzettséggel rendelkező marost, esztergályost, valamilyen műszaki embert, sem felsőfokú végzettséggel rendelkezőt. Ugyanakkor van 200 pedagógus diplomás a fiókomban, és mondjuk 100-an körülbelül szeretnének sofőrök vagy portások lenni. Vagyis végletesen, reményem szerint nem véglegesen elrontott a magyar képzés rendszere. És azt kell látni, nagyon egyszerű a megoldás, illetve hogy mi vezetett ide, a humán képzés olcsó. Mind a felsőfokon, mind a középfokon. Mi most fejlesztettük a térségi integrált szakképző központokat milliárdos összegekből, tanműhelyeket, 10 milliós eszközöket kellett telepíteni, ahol a képzéseket folytatjuk. Ugyanakkor kis túlzással, nem megbántva a szükséges gimnáziumi képzést, könyvre, krétára, esetleg audiovizuális eszközökre van szükség, és megoldható. Nem hasonlítható a kettő egymáshoz. Ezért a középfokú oktatás is, és a felsőfokú oktatás is a normatív finanszírozás miatt, ami egységesen finanszíroz, elmentek az olcsó képzés irányába, amire meg egyébként nincs szükség a munkaerőpiacon. Ez talán még fokozottan igaz Somogy megyében, és éppen ezért óriási szükség van arra a közmunkaprogramra, amit nagyon várunk már, mert akiket nem tudunk a reálgazdaságban foglalkoztatni, azokat legalább a közmunkaprogramban tudjuk majd. A munka az van bőven. Mit fognak csinálni majd, akik részt vesznek ebben a munkában? Először is hála Istennek az új program lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozók is alkalmazzanak közmunkásokat. Ugye másodszor az önkormányzatok világában bőven van munka, amit eddig is szoktak csinálni. Egyébként leleményes polgármesterek olyan ötletekkel álltak elő már a korábbi időszakban, csak ez nem egy szabályozott, államilag irányított rendszerben, hanem ilyen helyi kreativitás szülte eredmények voltak, hogy fólia sátrat állítottak, és elkezdtek termelni saját használatra zöldséget, gyümölcsöt, ezt-azt, és a közmunkásokkal dolgoztattak. Volt, aki kiment az erdőre velük. Fát vágtak, és a legszegényebbeknek adtak. Az önkormányzati erdőben kidőlt, elszáradt fákat szedték össze közmunkásokkal, és biztosították a tűzifát azon szegényebbek számára, akiknek nem volt mondjuk megvenni. Most ezek ilyen helyi ügyek, de ha ezt föl lehet fűzni egy szép egészre, van munka bőven, csak ezt tudom mondani. Csak lehetőséget adjon az állam, és úgy látom most fogadni, arra, hogy ezeket a munkákat meg lehessen csinálni, és akkor nem beszéltem arról, hogy mind a Balaton partján a védművek, a part, mind a Dráva partján, amelyik egyébként Európa, úgy tudom, egyetlen szabályozatlan folyója, tehát egy természeti kincs, mind az erdők világában, ahonnan az emberek gyakorlatilag kiszorultak, csak erdőgazdálkodás zajlik, és alig-alig használható turizmus céljára erdei utak, sétányok, szalonnasütők, és így tovább. Ezeket mind meg lehet kétkezi munkával oldani, csak
legyen rá lehetőségünk. Úgy látom, most lesz. Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor nem csak pusztán a piacvesztés okozott problémát már, mint Somogy megyében, hanem a szakképzés rendszer legalább ekkora gond. Ha a reálgazdasági tényezőket nézzük, a cégeknek mire volna egyébként szüksége? Elsősorban hitelekre, szakképzett munkaerőre, és akkor minden probléma megoldódna, ha még plusz még piac is lenne hozzá? Nekünk mindenre. Azt kell mondanom, hál' Isten piac van, és remélem, hogy lesz is. Annak ellenére, hogy ugye a cég minden két évben vagy évente megmérettetik a magyar közbeszerzési pályázatokon, miután, mint említettem, a belföldi piacunk 80% az energiaszektor területén értékesítődik. Akkor bocsásson meg, egy gondolat erejéig ragadjunk le, itt a közbeszerzési eljárási terén azért van némi egyszerűsítés, legalábbis jogalkotói szándék erre vezetett, ezt tapasztalják a mindennapokban is? Még nem. Még nem. Még nem. Eddig is beszerzési pályázatokon vettünk részt, azt kell mondanom, hogy idestova 1995 óta. Jogosan és tudatosan nem mondtam közbeszerzési pályázatot, mert vannak ebben meghívásos tenderek és egyéb pályázatok, de eredeti kérdésére visszatérve, a kaposvári villamossági gyár szakemberállományában minden területen szükség lenne szakemberekre. Alulról kezdve gépi forgácsoló, villanyszerelő, erősármú berendezés szerelő, tehát mindenki, aki az iparban ma megtalálható és keresendő, az hiány szakma és hiány szakma. Középiskolában a technikus képzés befejezése után nem találunk olyan átmeneti tudással rendelkező dolgozót, aki egy jó képzettségű technikusként el tudna látni olyan munkát, amit ma a mérnökökkel végeztetünk. És utolsóként hagytam azokat a villamos és gépészmérnöki állásokat, és azokat a területeket, amelyek a műszaki fejlesztés területén kéne foglalkoztatnunk, teljes mértékben lehetetlen. Egy kiírt pályázatra beérkező állásajánlatok, illetve ajánlatoknak a 70%-a Budapestről és vonzás körzetéből érkezik. Meg kell említenem, hogy két év óta nem találok műszaki igazgatót a társaság menedzsmentjébe. Nincs a régióban olyan gyakorlattal rendelkező, jellemzően villamosmérnök, aki nyelvet beszél, és elfogadható jövedelemmel hajlandó lenne munkatárs munká válni. Egyébként pont ön világított rá az imént, hogy a gondjukat csak fokozza, hogy eközben az Audi, illetőleg Győröt, Kecskeméten pedig a Mercedes szipkázó ellen munkaerőt. Hogyan tudják ezt a problémát orvosolni? Önök tudnak elszipkázni más megyekből hatékony munkaerőt? Marketinges munkatársaimmal egy évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni, és a HR-es vezető kolléganővel abban a témában, hogy megkeressük a Műszaki Egyetem, illetve a Pécsi Egyetemnek a műszaki karát, hogy a végzős tanulók közül és a diákok közül, akinek affinitása mutatkozna, vagy esetleg származásából fakadóan kötődne a megyéhez vagy a régióhoz, tudjunk elcsípni szakembereket, esetleg kávégyő ösztöndíjat adni nekik. Azt mondták a tanszékvezetők jellemzően valamennyi területen, hogy kicsit elkéstünk, épp azon által említett két multinacionális cég szívó hatására. Nem tettünk le természetesen erről, mert beláthatatlan következménye lesznek annak, hogyha a műszaki területet nem tudjuk kezelni, és a fejlesztéseket nem tudjuk kivinni azokat a vevőigényeket, és azoknak a termékeknek megfelelni, amelyet a vevők ma igényelnek, akár az energiaszektor területén, akár bármely más területen. Ennek úr, itt feketén és fehére mondva csak pénzről van szó, bérezési, fizetési hajlandóságról, illetőleg jobb környezetről, vagy pedig lokál patriotizmusra is van esetleg egy kis gond Somogyban? A somogyi emberek identitása az erősebb, mint bármelyik másik megyéjé. Nem akarok itt túlzó mondatokat mondani. Tudjuk, hogy a többi megye hogy alakult ki, Somogy ország, Erdély ország után a második, amelyik, vagy a másik, amelyik a nevében is országot hordoz. Mi rólunk csak lecsípkedett a történelem néhány négyzetkilométert, de mi nagyon régóta ebben az állapotban vagyunk. De szép ez a történelmi idill, viszont hogyha fiatalok százai, ezrei mennek el és nem mennek vissza, akkor a helyzet már mégsem az, mint korábban volt. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy nem a lokálpatriotizmus hiányában mennek el, hanem amiatt, amit ügyvezető úr elmondott. Ez az elképesztő paradoxon feszül, amióta én ezt a mandátumot kaptam a választóktól, szenvedek tőle, hogy 60 ezer munkanélkülünk van, akinek nincs munkája, és aközben gyakorlatilag a komolyabb cégeknél a menedzsmentnek fejvadászattal kell foglalkoznia, meg csábító technikákat bevetnie, a távolról kell munkaerőt hozni. Most
Amikor arról beszélünk 2011 Magyarországán, hogy újjá kell szervezni az országot, az erről is szól. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egyébként az országnak nincsen pénze, aközben Magyarország a világ legdrágább képzését folytatja számos területen, a felesleges képzést. Képzeljük el, hogy hány és hány ezer diákot képzünk 3-4-5 évig a szakképző rendszerben úgy, hogy azt a tudást nem tudja semmire használni. Van-e ennél nagyobb pénzpazarlás? És ugyanezt még a felsőoktatásban is. Tízezrével képzünk egyetemeken, főiskolákon hallgatókat, akik semmit nem tudnak azzal a tudással kezdeni, mert a munkaerőpiacnak arra semmi szüksége nincs. Ennek az engyel vagy nekem elmondja, de hát ön országgyűlési képviselő is. Mit tesz érte, hogy változzon a helyzet? Először is szurkolok Hoffmann Rózsának a felsőoktatási reform keretében, és szurkolok Comba államtitkár úrnak a szakképzés területén, illetve 2007-ben mi megcsináltuk a saját magunk profiltisztítását és struktúraváltását. Egyébként nagyon egyszerű a világ, csak gondolkodni kell. Én a kamara nélkül semmit nem csináltam. Megkérdeztem a Somogy megyei kereskedelmi és iparkamarát, hogy milyen szakmákra van szükség. És azonnal leállítottam számos olyan képzést, már 2007-ben, 4 évvel ezelőtt, amire nyilvánvalóan látszott, hogy Somogyban nincsen szükség, és beindítottunk új szakokat, illetve megerősítettünk olyan szakmákat, amiből meg hiány van. Csak azt kell látni, hogy ez azonnal óriási hektikát és érdeksérelmeket jelent, mert bizonyos tanárkörre nincs szükség, akik egyébként jól végezték a dolgukat. Hibátlanul dolgoznak, hosszú ideje, úgy érzik, hogy hasznos munkát végeznek, mondjuk évente 30-40 fodrászt képeznek, vagy péket, csak éppenséggel teljesen telített a piac fodrászból, meg pékből, és nekik nagyon nehéz megmagyarázni, hogy nem az ő munkájukkal van a baj, hanem az output oldallal, mert szükségtelen a képzés. És ugyanakkor meg találni kellene, és ez megint nem egyszerű feladat, az új képzési struktúrához új tanárokat, új gyakorlati képzőhelyeket. Ez egy nagyon komoly. Csak azt szerettem volna ezzel mondani, hogy valaki azt mondta, hogy a buta számára minden egyszerű, ahogy okosodik az ember, úgy válik az élet egyre szegmentáltabbá és bonyolultabbá. És csak azt szeretném mondani, hogy ez sem egy egyszerű történet. Ezért nagyon fontos a miniszterelnök úr kamarai megállapodása a duális képzéssel kapcsolatban. Mert egyszerűen nem tudunk olyan gyakorlati képzést produkálni iskolai keretek között, ami felvenni a versenyt a való világgal. Ezért nagyon fontos, hogy ügyvezető úr cége és még sok cég bekapcsolódjon ebbe, és a saját, tulajdonképpen saját magának képezzen. Tehát ha oda el tudunk jutni, amit itt problémaként az előbb elmondott, hogy ők már a 15 éves elsős szakközépiskolai hallgatótra úgy tekintenek, amikor gyakorlati képzésre megy, hogy majdan az ott fog, ő ott fog dolgozni, na akkor lesz rend ezen a területen. Igazgató úr ugyan nem érdekképviseleti vezetőként van, de hogy látja, amennyiben kamarákhoz, különböző testületekhez fordulnak, jobb-e a erőkoncentráció, hatékonyabbak-e az elvárások, illetve amik artikulálódnak azok le a végén, mi kerül pont, fölkiáltójel vagy kérdőjel? Nekem nagyon könnyű helyzetem van ebben a kérdésben, tudnélik ügyvezetőtársam, munkatársam és a villamosági gyár az utóbbi 3 év kivételével 25 évig ügyvezető igazgatója, Varga József úr, a Somogy megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Én magam részéről 33 éve dolgozom a villamosági gyárban, és 25 év óta azt hallom, amit az elnök úr elmondott, hogy a kamara részéről Varga úr minden fórumon, ahol hivatalosan meg lehetett ezt jegyezni, elmondta a szakképzés, az oktatás problémáját, azokat a szakmákat, amelyek hiányszakmák. 15-20 év óta, amit 10-15 perccel ezelőtt említettünk, elhangzott, csak valószínűleg süket főletre talált. Elnök úr említette, hogy próbálunk önképzéssel segíteni a hiányszakmákon. Ez valójában azt jelenti, hogy a létszám arányában körülbelül 5-8% között folytatunk ipari tanulóképzést rendszeresen minden évben a KVG Kft-ben. Itt igyekezünk azokat a hiányszakmákat, amely villanyszerelő, szerszámkészítő, lakatos és egyéb ezeket a szakmákban affinitás mutató gyerekeket odakötni a céghez, több-kevesebb sikerrel. Most úgy gondolom, hogy egy tanulmány eredménytől függő extra jutalommal talán a következő években jelentkező a nyugdíjba vonulás
problémáit érintő szerszámkészítő szakmában például így próbálunk 4-5 gyereket a villamossegélyárhoz kötni. Nagyon kardinális kérdés az onáltal említett bérezés. El kell mondanom, hogy a villamossegélyár utóbbi években jelentkező minimálbéremelése a összlétszám vonatkozásában körülbelül 55%-os, 50 és 55% közötti. Elképzelhető, hogy 120-130 ezer forintos bruttó jövedelmű emberek még a régióban is nagyon nehezen hogyan tudnak megélni. Ennek arányában természetesen a pályakezdők és ezáltal az ipari tanulók milyen kezdőbérezéssel tudnak a piacon munkába állni. El kell mondanom, hogy a legfontosabb tényező az a piac, ami meghatározó termékeink és szolgáltatásaink árát. Tehát én ebből a szempontból kicsit pesszimista vagyok, hogy amíg Magyarországon, illetve a cégnél 290 euró az átlagbér, a minimálbérnek megfelelően, hol leszünk Európában néhány év múlva piacképesek, ha esetleg olyan bérezést tudnánk, vagy igyekeznénk adni a munkavállalók részére, amit szeretnénk. Tehát 1000 euró körüli átlagfizetésekkel, amivel nem lehetne nagyon-nagyon fényesen élni, talán a családok el tudnának menni egy-két hetes szabadságra. Esélytelennek látom ma az ipari szektor ilyen jellegű társaságát, mint a Kaposvári Villamossegélygyár, hogy bármikor is a következő 10 évben ilyen fizetéseket tudjon adni. Van még hátra másfél percünk, egy fontos témakört említenék, elnök úr két minőségében és országgyűlési képviselőként, illetve a megyei közgyűlési vezetőként, hogy látja azt a fajta kormányzati törekvést, hogy további pénzeket akarnak kiszivattyúzni, mármint az állam, az önkormányzati kasszából, erre is van egy fölvetés. Én azt hittem bejátszás. Nem. Én úgy látom, hogy az önkormányzatok nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, és a különféle nyomások, pénzügyi nyomások hatására elmenekültek a racionalizáció és a újjászervezés. Tehát már fogalmazunk úgy, hogy az idei Magyarország újjászervezése éve előtt újjászervezték. Akkor mondok konkrétumokat, 1000 milliárd forintos forráskivonásról beszél a témával foglalkozó szakállamtitkár. Csak akkor lehet 1000 milliárdot az önkormányzati szektorból kivonni, ha a feladatot is elveszi az állam. Másképp nem megy. Ez kiváló végszó volt. Hajrásom, hogy Gerencsér Attilának és Szalai Gyulának köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket, eljöttek hozzánk. Nézőinket pedig arra kérem, hogy jövő héten is tartsanak velünk, ne feledjük a legfontosabb gazdaságpolitikai eseményeket, kommentáljuk, elemezzük itt az analízisben. Viszontlátásra!